2017. április 19-én ezeket a híreket fogjuk megvizsgálni, amelyeket érdekesnek találtam. Az első egyből a Global News-tól, ugye arról szól, hogy természetesen Kanadában is, mint ahogy több más nyugati országban a marihuána, illetve a könnyű drogok legalizálása folyik, illetve erre való törekvés az, ami egyre erősödik egyrészt ugye gazdaságilag ez nagyon megérni az országoknak, másrészt pedig, másrészt pedig és sokkal fontosabb az embereket még ostobábbá tudják tenni azáltal, hogy legalizálják ezt a, ezt a fajta tudatmódosító szereket. legtöbb ember azt gondolja, hogy ez ártalmatlan, sőt, még használis az embernek, azonban minden, amit ők legalizálnak, illetve elérhetővé tesznek számunkra, az gyanús lehet, különösen akkor, amikor népszerűsítik tulajdonképpen minden zene, klipben, illetve rengeteg filmben és különböző módokon. Persze természetesen megszólal mindig az ellen tábor, de a lényeg az, hogy minden tudatmódosítószer, beleértve az alkoholt és a nikotint is káros az emberre néz, olyan szempontból, hogy az ember gondolkodásmódját befolyásolja. Természetesen ez a lényege, bár legtöbben azt gondolják, hogy ettől megnyílik a tudatuk, és majd miféle megvilágosodást nyernek ezzel, vagy miféle tudáshoz jutnak hozzá, azonban ez távol áll a valóságtól. És én pontosan tudom, hogy ezt borzasztó hallani. És először az ember el sem akarja hinni, sőt, talán másodjára, harmadjára sem, azonban hosszú távon el kell ismerni azt, hogy minden tudatmódosítószer, így a marihuána is teljes mértékben lerombolja az ember tudatát, mindegyik másképpen befolyásolja, és egy egész más erőnek nyitja fel magát az ember, mint ahogyan azt gondolja. Érdekes az, ami az Egyesült Királyságban történik, különösen az, ami Angliában, és ez pedig természetesen az előrehozott választásnak az ötlete, már számtalanszor elmondtam, és de még egyszer elmondom, minden választás, mindenhol, ahol az emberek a véleményére kíváncsiak, különösen az állam, vagy a kormányzat, petíciók, akármi, amit alá kell írni, mindent teljesen fölösleges az egésznek, semmi értelme nincs. Ez nagyon régen el van rendezve, hogy mi az, ami történni fog mindegyik csak eleme ennek a, a tervnek, és azt a látszatot kívánja kelteni, hogy van valamiféle választási lehetőségünk, vagy beleszólásunk abba, hogy hogyan alakul a jövő azonban sose volt, sose lesz, úgyhogy mindenki, aki részt vesz ebben az erejét, az idejét, és vesztegeti, illetve az idegrendszerét teszi tönkre, különösen azok, azok a tömegek, akik ezen hajlandók az utcára vonulni, vitatkozni ezen, összeveszni emberekkel hiszen az egész pontosan ezt a célt szolgálja, hogy megoszza az embereket egy olyan dologgal, aminek a gyakorlatban semmiféle értelme nincsen, semmi haszna nincsen, semmi jelentősége nincsen, hiszen ezek az emberek mind-mind bábok ebben a nagy színjátékban, és az egyetlen feladatuk az, hogy megosszák a közönséget, és a propagandát, illetve a programot terjesszék tovább azok számára, akik magukat hívőnek mondják és követik jahú, a hua parancsolatait, azok számára érdekes lehet az, ami történik. Ez ugye Nagy-Britannia természetesen, Nagy-Britannia egyike a világhatalmaknak, amik mindig is pogányok voltak, hiszen az anglikán egyház az, ami az uralkodó nézet, illetve vallás, ott arról van szó, ugye, hogy megkérdezték Tim Farron-t, hogy mi a véleménye a homoszexualitása, hogy vajon ez bűn-e. probléma az, hogy ő az új, de a helyzet az, hogy a szabad demokraták vezetőjeként, ugye ő nem válaszolta meg ezt a kérdést elég gyorsan, úgyhogy azóta őt mindennek elmondták. Érdekes, természetesen kit érdekel, hogy mi történik vele, hiszen ő ugyanúgy része ennek az egész színjátéknak, mint az összes többi. A lényeg az, amire ez az eset mutat, az pedig az, hogy kinek milyen nézete van az írása kapcsolatban is ki, mi az, mit képvisel az, aki ezt a vonulatot képviseli, egyre inkább ki fog szorulni a, a, az úgynevezett elfogadható és politikailag korrekt nézetek közül, és ez nem lesz elfogadható. Ez a fajta nézet, homoszexualitás bűn mindig is az volt, mindig is az lesz, ugyanúgy, ahogy az LGBT mozgalom minden egyes ága, ágazata bűn, és utálatosság és aberráció a teremtő előtt. Úgyhogy ez nem fog változni akkor se, hogyha a világ a fejeteteire áll, mint ahogy most a fejeteteire állt. A teremtő nem változik a világban. Mi vagyunk azok, akik változunk, illetve a világ változik, ő nem. Megmondta ezt egyszer, ezért nem ismételgeti állandóan, mert ez számára egyértelmű. Úgyhogy ezzel kapcsolatban csak annyit, hogy, hogy az, aki az íráshoz szeretne ragaszkodni, és azt a fajta életmódot szeretné folytatni, az egyre inkább lehetetlenné fog válni, hiszen a világ olyan irányba halad, ami ennek gyakorlatilag az ellenkezőjét hirdeti, és ez lesz a fő probléma a közeljövőben. Akármennyire is gondolják azok az emberek, hogy a hit nem számít, a hit minden a világban, és ez hamarosan ki fog derülni mindenki számára. Érdekes az, amiről a 168 óra számol be, azzal kapcsolatban, hogy milyen felszerelése lesz a parlamentet vigyázó őröknek. Itt egy lista, akit érdekel, elolvasgathatja, hogy mik ezek. Egyértelmű az, hogy mire készülnek, pontosan tudják, hogy mi az, ami következik. Az, az, az egy csoda, hogy az emberek nem veszik ezt észre, nem hajlandók észrevenni, hogy nem látják, hogy mi az, ami történik. Fel kell, hogy készüljenek, hiszen az emberek utálni fogják azt, ami hamarosan bekövetkezik. Különösen az, azokkal a fejleményekkel, ami a háborúkat illeti eh, Nyugat-Ázsiában, illetve Kelet-Ázsiában, bocsánat, és Oroszország és a NATO között. A háború csak a kezdete az egész eh, káosznak. Mindaz, ami az időjárással végbe megy, illetve ami a gazdasággal történni fog, és azután a széthullott társadalomban erre nekik fel kell készülni. Őket abszolút nem érdekli, hogy, hogy, ki megy be, vagy jön ki a parlamentből. A lényeg az, hogy minél nagyobb legyen a fegyveres erő, és a rendet fent tudja tartani, amikor erre szükség van. Teljesen mindegy, hogy a parlament őrsége, vagy a rendőrség, vagy a tűzoltóság, vagy a katonaság mindegyiket meg kell erősíteniük, hiszen ők már rég arra készülnek, amit a legtöbb ember még mindig nem hajlandó megérteni. Ami Észak-Koreában zajlik az nagyszerűen mutatja szerintem azt hogyan manipulálják az egész világot és hogy hogyan, hogyan húzzák a szálakat azok akik irányítják és uralják ezt az egész rendszert, az elit akit mára már gyakorlatilag csak az nem ismer, aki nem akar. Észak-Koreában állítólag egy millió fő a fegyveres száma és egyre közelebb és közelebb kerülünk ahhoz amikor már nehéz lesz nem látni azt, hogy a háború az elkerülhetetlen. Másik borzasztó dolog az, amiről már számtalan szó, szó volt, ami a nőkkel történik, és ezen keresztül az egész társadalommal a legújabb az, hogy természetesen egyáltalán nem arról van szó, hogy a nem erőszak az elfogadható, sőt a nem erőszak ugyanolyan bűn, mint akár a homoszexualitás, de a lényeg az, hogy a másik oldala a dolognak, hogy mi az, ami nem erőszaknak számít, ugye ez a másik téma, amiről Amerikában, illetve ez az egyike azoknak a témáknak, amiről heves viták folynak, természetesen ezzel is a társadalmat meg akarják osztani, mint ahogyan sikerült is nekik ezt elérni. Ugye kinek mi a nem erőszak az, hogy Amerikában jelenleg 25% a felsőoktatásban tanulók száma az, aki azt mondja, hogy ő nem erőszak áldozata volt, az ugye csak attól függ, hogy mi az, amit mi nem erőszaknak hívunk. Ez tovább fogja azt a folyamatot erősíteni, hogy a társadalom szétforgácsolódik, és az emberek nem fognak menni egyáltalán egymással érintkezni, hiszen amennyiben minden, amit mondunk, sért valakit, és politikailag nem korrekt, amennyiben bármi lehet, nem érőszak, amennyiben bármi, amit teszünk, vagy mondunk, börtönbe juttathat minket, vagy legalábbis a törvényel szembeállíthat minket, akkor az emberek egyszerűen nem fognak tudni, és és akarni egymással kapcsolatba kerülni. És ez pontosan a cél. Ezzel párhuzamosan ABC News arról számol be, hogy minden, minden negyedik tínédzser, ez Amerika minden egyedik tínédzser valamilyen mentális betegségben szenved. Óriási probléma a mentális betegség. Persze az ember először csak megrántja a vállalat, azt mondja, hogy kit érdekel, nem az én problémám. probléma az, mint ugyanúgy, mint a nem erőszakkal. Mi az, ami nem, nem erőszaknak számít? Mi az, ami mentális problémának számít, vagy pszichológiai kezelést, vagy pszichiátriai kezelést igényel? Az a kérdés, és mi az, amire kényszeríthetik az embert, hogyha ha valaki azt állapítja meg, hogy, hogy az egyik betege bármiféle pszichiátriai rendellenességben szenved, vagy mentális problémában szenved, akkor az az ember nem tud dönteni arról, hogy ő akarja a kezelést, vagy nem, hiszen pontosan ez a lényege a mentális betegségnek, akkor azt kényszeríthetik akármilyen kezelésre, és ezzel tovább tudják korlátozni akár a szabadságát is természetesen ez a probléma, mint mindig. Mi az, ami a definíciója ennek a problémának, és mi a következménye annak. Mentális betegség természetesen óriási probléma, hiszen, hiszen ezáltal az ember elveszti a szabadságát, és az orvos rendelkezik felette, hiszen ő nem tud rendelkezni. Úgyhogy ezekre a dolgokra mindenkinek érdemes odafigyelni, hiszen eljön az az idő, amikor elég lesz egy-két rossz szó, és az ember valamelyik valamelyik dobozba ezek közül úgy beleesik, és onnantól kezdve az élet nagyon nehéz lesz. Erről szól az egész új világ. Nem. Mindenki egyet gondol, egyet mond, de egyben hisz, és egyfelé megy, aki nem, az, az vagy politikailag nem korrekt, vagy, vagy ezt sérti, vagy azt sérti, vagy mentálisan sérült, ilyen vagy olyan módon nem viszi előre a társadalmat, az egész közösséget, a közösség az ember elé helyeződik ugyanaz a káosz, ami a Magyarországon a közép-európai egyetem dolgait követte, ugyanaz a káosz történik Amerikában, és szinte ugyanezek a módszerek. A fiatalságot nagyon egyszerű mozgósítani, különösen a, az egyetemi tanulókat, hiszen rengetegen vannak, és rengeteg szabad idejük van, és azt hiszik, hogy mindent tudnak. Ezáltal egyszerű őket mozgósítani, csak valamilyen okot kell találni arra, hogy hogy ez megtörténjen Amerikában. Amerikában számtalan személy van, akik ezeket a, ezeket a műveleteket végrehajtják. Az egyik ezek közül Richard Spencer, aki, aki egy, egy nacionalista, aki tulajdonképpen az egyik feladata az, hogy megossza a társadalmat, és ez nagyszerűen megy. Donald Trumpnak ez, ez, az, ez az egyik szerepe szintén, hogy a társadalmat megosztja, megosztja, és aki követi az eseményeket Amerikában, az látja, hogy ebben nagyon, nagyon sikeres, mind Donald Trump, mind az összes ilyen karakter, mint Richard Spencer, vagy Milo Yiannopoulos, vagy Ben Shapiro, mindezek, akik, akik ugye jobb vagy baloldalra osztják a társadalmat. De elég csak körülnézni Magyarországon, hogy ez a, ez a rendszer nagyon jól működik, hiszen ugyanazt támogatja Soros György és ezáltal maga a rendszer. A rendszer az, aki azt akarja, hogy a társadalom szét legyen forgácsolódva, hogy a feszültség növekedjen, hogy az emberek utálják egymást, hogy mindennel foglalkozzanak, csak azzal nem, amivel kellene. Minden hazugság, ami, ami egy mozgalom része, minden. Az összes mozgalom kivétel nélkül, amelyik elér a köztudatba. minden hazugság, az összes. Az összes karakter, aki azt vezeti, az összes karakter, aki részt vesz benne, mind-mind része a problémának, hiszen hiszen ezáltal az elitnek a, a programját és az elitnek az érdekeit, céljait hozza közelebb és azoknak az elérését segít. Engem mindig lenyűgöz, amikor a híreket olvasom, és látom azt, hogy hogyan manipulálják a tömegeket, és hogyan halad előre maga, a gépezet, hogy elérje azt, amit már nagyon régen akarnak az új világrendet. Ennek egy nagyszerű eleme az, ami Törökországban zajlik, illetve hát érdekes eleme. Ugye úgy tűnik, mintha bizonyos országok elszigetelődnének, bizonyos országok közelebb kerülnének egymáshoz. Azonban, aki érti, hogy hogyan működik a nemzetközi politika, tudja, hogy ez pontosan az. Amit ezek az emberek akarnak, hogy ezt gondoljunk. Ők együtt dolgoznak, mindig is együtt dolgoztak, különben nem lenne annyi nemzetközi szervezet, amely ezt koordinálja. Egészen a Bilderberg Grouptól, a Bilderberg csoporttól a, a Római Klubig, a, a, a trilaterális bizottsághoz, de akármelyik, minek lenne ennyi szervezet, ha nem együtt dolgoznának. Azt hiszi valaki, hogy ott összegyűlnek, és akkor próbálnak, próbálják megváltani a világot, hogy, hogy azok, akik dolgoznak, azok a szerencsétleneknek jobb legyen, vagy, vagy ennek ellenére sose sikerül, és mindig mindenkinek rosszabb, és ők ezen dolgoznak, és egyszerűen nem tudnak mit csinálni. Hát aki ezt gondolja, az annak, annak nagyon sok bepótolni valója van, úgyhogy ennek, ennek az egyik részét láthatjuk ennek az egész színjátéknak, hogy, hogy Orbán gratulál csak Erdogánnak, mert ugye most elérte azt Erdogán, hogy egy elnöki köztársaság lesz, vagy valami ilyesmi, úgyhogy így még több joga lesz, mint eddig. Nyilván ez Orbánnak tetszik, hiszen itt is ez van. Számtalan szó volt már erről szó, politika nem más, mint egy hazugság, az egész egy hoax, egy parádi tulajdonképpen, hogy az embereket manipulálják, ennek egy nagyszerű példája az, ami állítólag tör, Párizsban történt, hogy feministák támadtak Le Penre. Mindennek megvan a maga értelme, és bár először úgy tűnik, hogy, hogy jelentéktelen a dolog mindig minden az ő céljaikat szolgálja, és természetesen vannak organikus események, amelyek csak úgy történnek, azonban, azonban a nagy színpadon nagyon ritkán esik meg, hogy valami is kicsúszik az ő irányításuk alól. Aki azt gondolja, hogy, hogy ez nem így van, vagy hogy majd mi megmutatjuk, vagy fellázadunk, vagy akármi, az szerintem nem ismeri a helyzetet pontosan. Az egyik legnagyszerűbb színész azonban azt kell, hogy mondjam, hogy Donald Trump. És bár volt számtalan kiváló színész, Barack Obama az egyik példa, Hillary Clinton nagyszerű, ugyanúgy, ahogy a, a mindkét Bush, de talán a, a, a fiatalabb, aki nagyszerűen játszott az idiótát, ugyanúgy, ahogy Trump. És... Aki azt gondolja, hogy ezek ostoba, idióta emberek, vagy hogy ő nem tudja, hogy mit csinál, az, az sajnos lehet, hogy lehet, hogy ő maga az, aki ebben a, akinek ez a problémája, hiszen ezek az emberek intelligens emberek, és megvezetik az egész világot. Pontosan azt csinálják, ami az ő feladatuk. És ezt pedig megosztani a társadalmat, elhitetni velük, hogy a társadalomnak van valamilyen szerepe a döntésekben. Mindenki, aki ezt hiszi, az már is, már is rossz úton jár. És Trump nagyszerűen játsza mind az idiótát, mind pedig mind, mind pedig azt a, az úgymond szélsőséges karaktert, amit rábíztak. Pontosan ez a karakter az, ami megosztja a társadalmat, hiszen van egy része, aki szereti ezt a szókimondást, szereti azt, amit ő csinál, amit ő képvisel, hogy Amerikát helyezi el, előtérbe, illetve van egy másik aki utálja ezt az egészet. És nincs olyan, aki nem foglal állás. Különösen nem Amerikában, és minél közelebb megyünk Amerikába. Úgyhogy aki követi ott az eseményeket, az tudja pontosan miről beszélek. Az, ha, ha itt a, a média nem számol be róla, akkor érdemes utána nézni, Amerika tulajdonképpen a, a civil háborúnak a küszöbén áll, és a polgárháború küszöbén áll. Az emberek annyi csoportra osztottak, amennyire csak lehet és ennek ellenére én tudom, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy Trump valamilyen formában az emberek érdekeit képviseli, senki nem képviseli az emberek érdekeit, aki részt vesz a politikában, aki ilyen szintre kerül, mint az amerikai elnök, az, az a kezdetektől benne volt az erre volt kinevelve. obama évtizedekkel ezelőtt erre készítették fel a katolikus iskolákban, Brzezinski nevelésével és irányításával. Ezek nem úgy dolgoznak, mint egy átlag ember, hogy, hogy gondol egyet, azt akkor, akkor ezt teszem föl, vagy ezt az autót megveszem hitelre, meg azt a lakást, két év múlva meg nem tudom fizetni egyiket se. Ők egyáltalán nem ilyen szisztéma szerint dolgoznak. Ők pontosan tudják, hogy mit, miért, mikor csinálnak, és ez az, ami hihetetlen az emberek számára szerintem. Egy újabb példa erre az, amit a, amiről a Reuters... Beszámol az pedig az, hogy az Emirates megszüntetett néhány járatot, hiszen öt útvonalon, hiszen ugye a Trump által elő, előírt utazási megszorítások, ugye a, a néhá, hé azt hiszem, hogy 7 muszlim többségű országról van szó, amiből nem léphetnek be utasok az Amerikai Egyesült Államokba, úgyhogy természetesen nincs szükség annyi repülőjáratra. Ez egy újabb példája annak, hogy, hogy, az ember azt gondolja, hogy ez egy jelentéktelen dolog, ennek nincs, mindennek van jelentősége, mindennel az a lényeg, hogy hogyan lehet az embereket manipulálni, egymás ellen fordítani, a rendszer ellen fordítani, és hogyan lehet őket felkavarni, félelemben tartani, stb. stb. A muszlim dolog, az, hogy, hogy megszorították ezt az egészet, az, az nagyszerű, hiszen egy része az embereknek egyetért vele, hiszen megérti azt, hogy hogy onnan jönnek a terroristák, úgynevezett terroristák. A, a másik része meg nem merő meg azt mondja, hogy mindenki ember, meg ő, ő meg egy ilyen liberális gondolkodású. Úgyhogy így a társadalom e, -e mentén, a dolog mentén is ketté oszlik. Mindennek ugyanaz a célja, az pedig az emberek manipulálása és propaganda. Így azonban a gazdaságot is büntetik, ezáltal az emberek még jobban utálhatják Trumpot, hiszen ezáltal a gazdaságot is sújtja, mondhatnák az emberek. Persze ők nem értik azt, hogy, hogy ezek az emberek együtt dolgoznak, hiszen ezek a cégek, mint az Emirates, vagy, vagy az összes, amelyik a médiát irányítja, vagy az orvostudományt, vagy a, a gyógyszeripart, ezek mind, mind egy kör. Ezért alakultak ki a nagy nemzetközi csoportok, amiről szó volt a Bilderberg csoport, vagy a az összes többi tulajdonképp. Ezek az emberek együtt dolgoznak a tömegek manipulálása érdekében. A végtelenség, lehetne ezt folytatni, ugye ez lesz az, az utolsó, és ez pedig az úgynevezett LGBT-LGBT mozgalom, ez tetszik vagy sem, ennek minden eleme, mindenki, aki ezt támogatja, aki ebben részt vesz, aki, aki ezt segíti, az az részt vesz ebben az utálatosságban, és tetszik vagy sem, ez így is, úgy is bűn, úgyhogy én ezt messze elkerülném, azok kívül, hogy figyelmeztetném az embereket erre a problémára, én nem kívánok nekik semmi rosszat, sőt, azt kívánom, hogy felébredjenek és észreztének, és lássák azt, hogy ez egy manipuláció, és minél többet fogyasztja az ember azt a tartalmat, ami a médiából, az oktatásból, a szórakoztatóiparból ömlik, annál inkább összezavarodik, és ennek ez az eredménye, hogy férfiak nők akarnak lenni gyerekkortól elkezdve ez már engedélyezett, sőt bizonyos országokban támogatott a TB által, a társadalombiztosítás által, és ez, a, ez az utálatosság, ez, ez az aberráció, ez csak terjedni fog. Ez ugyanúgy lerombolja a társadalmat, mint az összes többi eddig említett dolog, hiszen előbb-utóbb nem is, ezt el kell fogadnia mindenkinek. Hiszen ez lesz a törvény. Már ez Amerikában még hozzánk nem jutott el, meg, meg ezek az országokhoz körénk, de a nyugati országokban szinte mindenhol ezek a dolgok Megnehezítik az életet, hiszen az ember nem mondhatja azt, amit gondol, és amennyiben nem ért ezzel egyet, akkor ő bigott lesz, vagy, vagy rasszista, vagy mit tudom én, ő gyűlöli, homofób, akármi. És ezek fontos dolgok, hiszen a szabadságjogokat korlátozzák, úgyhogy ezekre érdemes odafigyelni. Azon kívül, hogy természetesen semmi rosszat nem kívánok senkinek, csak azt hogy ébredjen föl és értse azt, hogy hogyan működik ez a manipuláció. Mindenkinek a legjobbakat amennyiben szeretnétek kapcsolatba lépni a csatornával, akkor megtalálhatjátok az elérhetőségeket szinte minden videó elején, hátulján, a leírás részben. Akit pedig érdekel és érint, azok szombaton csatlakozhatnak a Facebook live-hoz, ahol meg fogjuk nézni azt, hogy kik a zsidók és az izraeliták, mit is jelent a zsidó, az izraelita, ugyanis rengeteg ember a többség azt kell, hogy mondjam, még mindig nem érti ezeket a fogalmakat. Meg fogjuk nézni, hogy mit mond az írás, és mi az, amit ki lehet deríteni arról, hogy kik ezek az emberek, akár ma kik voltak, mit jelentenek ezek a fogalmak, mert ez óriási problémákat okoz. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Még annyit hozzátennék, hogy a Google Plus-on is megtalálhatjátok az Infobubble csatornát, mind a kettőt, ahol extra tartalmakat helyezek el, és akit érdekel, átböngészhetitek ezeket is kövessétek mind a kettőt. Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt mindenkinek a legjobbakat, Hallelujah.